Ez a család egy vasalóért jött be ebbe a nyíregyházi műszaki outletbe. Az üzletvezetője azt mondja, konyhai robotgépeket, mikrohullámú sütőt és porszívót adnak el a legtöbbet, de a tavalyi évhez képest nőtt a mosógépek és a hűtők eladási száma is. Leginkább az alacsony árak vonzzák a vásárlókat, azonban a márka helyett fontosabbnak tartják, hogy mennyire lesz energiatakarékos az eszköz. Nálunk növekvő tendenciát mutat most már az év elejétől kezdve, folyamatosan bővül a választék, és folyamatosan a vevőkör erősödik. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók nagyon szeretik, tehát most már az olcsóbb termékeket, nagyobb, viszont nagyon törekednek az energiatakarékos vásárlásra. Ez azokat takarja, hogy most már A1, A2, illetve A3 pluszos termékeket vásárolnak. Bojtos László szerint a háztartási eszközök és a szórakoztató elektronikai készülékek ára folyamatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy akik korábban a magasabb árak miatt kivártak a vásárlással, mára ők is könnyebben juthatnak hozzá az új eszközökhöz.